Hili, hali, hali, ho, srácok! Máma szendvicsezni fogunk, amit azt a címből láthatjátok. Ennek a felét fogom felhasználni. Ez egy nagy bagett. Van itt még egy kis csirkemell. És akkor lesz benne még krumpli. Krumpli? Miért mondtam krumplit? Ennyi agyam van, egy krumplinyi. Szóval lesz benne még paradicsom. Lesz benne saláta, zöldség, hát zöldségek, és hagyma, sajt, minden, na mindegy. Lényeg az, hogy mutatom nektek, hogy hogy készítem. Ja, és meleg is lesz, mert sütni fogjuk egy kicsit, de csak egy kicsit. Na, csá! Na, kezdjük azzal, hogy a csirke mellett ide kicsapjuk. Egyébként ez még meleg volt, amikor megvettem, lehet, hogy még most is az. Arra gondoltam, hogy csak így fölvágjuk, hogy apróbb legyen. Annyit csinálok vele, hogy csak így feldarabolom, felkarikázom, ha lehet ezt így mondani. Húha, már szaladna. Ez még él. Egy jó állatorvos lehet, hogy még meg tudná menteni. De lehet, hogyha egy kicsit szárnát lélegeztetném, akkor még lehet, hogy én is. Bemérjük. Hát körülbelül a fele. Így is van. Bástya. Le lettél vágva. Na és akkor ezt így fogom. Bevágom, de nem teljesen, mert akkor ugyebár kifolyik, kiömlik, minden baja lesz. És akkor amivel meg fogom kenni, az egy kis vajkrém. Ami, hát ilyen zöldséges vajkrém. Van benne pritamin, paprika, meg ilyesmi. És akkor van én nekem itt paradicsom, majd azt is intézzük. Egyenlőre szerintem elkezdem rátenni a csirkét, ami pontosan ennyiből fog állni. Ígyni a jó kis morzsát is, mert az az igazi jó ropogós szusz benne, azt nagyon csipázzuk. És akkor ezt így megkintem sajttal, ez egyébként cheddar sajt. Szóval ezt most én beteszem a toaszterbe. És mindameddig ez egy kicsit átmelegszik, kicsit megolvad a sajt, stb. Addig fogjuk, és fölvágjuk hozzá a zöldségeket. A paradicsomnak a kupakját levágjuk. És akkor jöhet egy kis hagyma. Tudni kell, hogy ez nem olyan hagyma, amitől sírsz, mint az állat, hanem ez édes hagyma. Ezt itt kint Amerikában lehet kapni, sőt itt inkább ezt használják az emberek. Mondjuk én nem vagyok annyira huda. Odaérte, de hát én inkább megveszem a jó kis magyaros ízűs. Hát amitől lehet sírni. Na. Mert én szeretek sírni. Hú, ez meleg volt. De hát ugye bár aki hülye, szenvedjen. Én meg belenyúltam, hülye voltam, hát szenvedtem is. Arra gondoltam, hogy ezt a jó kis szószt most így rácsöpögtetjük. Kezdésnek legyen egy kis saláta. És akkor jöjjön a paradicsom. És akkor jöjjön a hagyma. Na jó, szerintem ezt se kell túlzásba vinni. Készen van a szendvics. Na srácok, én öcsi vagyok a hegyről, aki beveri egyből a szöget a falba. Na, aki megeszi egyből. Na jó, hát tényleg nem tudom igazából, hogy hogy kezdjek hozzá. Ezt valahogy össze kéne csukni, le kéne lapítani. Hát, nesze neked hülye gyerek. Jó, hát valahogy esszük így akkor, ahogy az Isten ide teremté. Hm.
Elég durca lett. Nagyon jó az a hagyma amúgy. Ropog. És egyáltalán nem erős, nem csíp. Oké. Elértem a közepét, ahol ott a sajt, ott a szósz. Belegondolok, diétás kaja. Csak a mennyiséggel van baj. Végül is fel lehet úgy is fogni, hogy egyszer eszek egy nap, mert máma már biztos, hogy nem eszek. Leesett a földre. Menekül. Jaj, ne. Utálom, amikor esnek ki a szendvicsből a dolgok. Úgy néz ki, hogy a vége felé sikerül összefognom. Amúgy imádom a szendvicseket, és legtöbbször inkább megveszem. Van itt egy üzlet, úgy hívják, hogy Publix. Ez körülbelül olyan lehet, mint otthon egy Spár, mert azért egy Tesco és egy Publix, egy Tesco és egy Spár helyett, vagyis között azért van egy kis különbség. Minőségben, meg jó árakban is, de azzal most ne foglalkozunk. Itt is megvan a Tesco-nak a megfelelője, ami ugyebár a Walmart. Mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy ebben a Publixban
Csinálnak nagyon jó szendvicseket ott helyben, előtted frissen, majd lehet egyszer megmutatom nektek. És Chicken Gordon Blue-t szoktam kérni. Az úgy néz ki, hogy csirkemásonka, meg rendes sonka, gépsonka, olyan tudom, hogy mondják. És bacon, sajt, és akkor ezt bevágják a sütőbe. Ugyanúgy megpirul, jó meleg lesz, kiveszik, és akkor ott van egy pult, ahol rengeteg feltét van, zöldségek, stb. És általában kérek rá, sőt mindig, olivabogyót, salátát, zöld paprikát, meg hagymát, meg néha paradicsomot. És isteni. Az ötlet onnan jött, hogy ezt a rántott csirkét tegyem bele, mert a szendvics választék közt ott van ez is. Mert ott adják. És akkor vettem ilyet, ilyen csirkemány darabot, ők is ugyanígy összevágják. De a sütőbe, hát ugyanez végül is. Mert ugyanúgy kérhetek rá hagymát, ezért, stb. Stb. Úgyhogy ugyanilyen bagetbe. Ugyanúgy kérhetsz egy felet, vagy egy egész nagyot, mondjuk az nem ekkora. De az is nagyon durva, amikor megláttam elsőnek, amikor ott ettem. Meglepődtem, hogy milyen nagy. Körülbelül ennek felel meg egy nagy. Úgyhogy általában meg tudok enni egy nagyot, ha nagyon akarom. Azért megy le most ez is. Mondjuk ez egy kicsit több szerintem. De megvesz, nincs mások. Húsrácok. Azért durva, főleg így, hogy iszom rá a szénsavas kólát. Ugyebár az foglalja a helyet rendesen. Hú, most félre is ment. Hoppáka! Hát, srácok! Ma egy ilyen kajálós videó volt. Remélem élveztétek. Írjátok le kommentben, hogy ti milyen szendvicseket szoktatok csinálni, vagy mik a kedvenceitek. Vagy hogy hol. Van ez a kedvenc.
mert gondolom otthon is vannak ilyenek, ahol szemücsező, amilyen szemücsező. Amerikában ez nagy divat egyébként. Ilyenek halnak a szemücsökért. Ha pedig otthon nincs ilyesmi, akkor az nagyon baj, valaki nyisson, mert az baj. Jó, gondolom, ilyen gurmé nagyvárosokban biztos, hogy van. De hát itt például minden sarkon. Hú, na jó. Megettük azt a mindenségét. Hát amúgy bevallom, egy kicsit durva volt. Ez ki volt? Na jó, ezután lehet, hogy ledőlök. Kösz szépen, hogy itt voltatok. Like volt, ha tetszett. Ha nem tetszett, akkor legyen benned annyi, hogy megírod, miért nem tetszett. És akkor legközelebb lehet nem lesz olyan. Vagy legközelebb nem nézed meg. Na jó, kösz szépen. Császtok, legyetek jók és szobatiszták. Majd találkozunk a következő videóban. Hello, go!